Jézus Krisztus mondja, boldogok, akik békét teremtenek, mert ők az Isten fiainak neveztetnek. A mi segedelmünk és Isten tiszteletünk megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten tiszteletünket, szeretett testvéreim, a 156. dicséret éneklésével kezdjük meg. Így kezdődik, Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk. Elfoglalva magasztaljuk a mi Urunkat a 240. dicséretet végig énekelve, így kezdődik, ó én két szemeim. Megragadlak, Uram, az én igaz hitemmel, reát támaszkodom, erős reménységemmel. El sem is bocsátlak, amíg meg nem hallgatsz az én lelki kezemmel. Fölindítlak téged nagy nyomorúságimból, az én bűneimnek számtalan sokságával. Mindaddig kiálltok, míg mi nem szent irgalmasságoddal. Ó, menj, béli Isten, te vagy én reménységem, kinek hatalmában, kezében ellenség. Én nagy segítségem, abból nincs reménységem. Tanítsál meg engem a te igaz utadra, hadd lássak el menni a te igazságra. Ellenségimet gonosz szándékukban
áldásod szájukra. Ha te benned, Uram, nem remény lettem múlva, a nagy bánat miatt megemésztettem volna. Az élőknek földén a te javaidat meg nem láthattam volna. Azért ó, én lelkem serkentsed föl magad. Uradnak jó voltát, csak el ne hagyd magadat. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, a mi Úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, hallgassuk meg a mi Úrunk szavát, igéjét. Ezen a mai délelőttön olvasom a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 6. fejezetének a 27. versétől a 36. vers végéig terjedő szakaszt, a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa Jézus úgynevezett mezei beszédét a Lukács Evangélium a 6. fejezetének a 27. versétől. Nektek pedig, akik hallgattok engem, ezt mondom, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Aki arcülüt téged, tartsd oda annak arcod másik felét is, és aki elveszi felső ruhádat, attól alsó ruhádat se tagad meg. Adj mindenkinek, aki kér tőled, és aki elveszi a tiedet, attól ne követeld vissza. És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi a jutalmatok? Bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy visszakapják azt, ami jár nekik. Ti azonban szeressétek ellenségeiteket. Tegyetek jót, és adjatok kölcsönt, semmit sem várva érte. Nagy lesz akkor jutalmatok, és a magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, amint a ti mennyei atyátok is irgalmas. Áldja meg a mindenható az ő igéjének hallgatását, szívünkbe befogadását, megtartását, fönnállva imádkozzunk. Hálás a szívünk, Urunk, mert megjelenhettünk itt a te házadban, legfőképpen azért, mert életben vagyunk, mert erre a mai reggelre is fölvirrattunk, és egyrészt belső késztetések, de leginkább a te hívásod elhozott ide, az imádság házába. Valahogy úgy, mert ez is az igazsághoz tartozik, Urunk, ahogy énekeltük az Isten tisztelet elején, sok szükséget érezvén körülöttünk, segedelem kérés véget, e szent helyre feljöttünk. Urunk, az a világ, amiből jövünk, és amiben benne élünk, és amitől bármennyire szeretnénk teljesen, soha nem tudjuk függetleníteni magunkat, megterhel, lehúz.
Azért, mert vajudik ez a világ, mert nyomorult, mert bűnös. És ennek egészen nyilvánvaló jelei mutatkoznak, amelyeket nagyon valóságosan érzékelünk. A te házad a mi számunkra, az imádság az oltalom és a menedék háza, ahol reménységet kapunk, hogy tudnillik minden kihívás ellenére, az Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mellettünk áll, és biztos segítség a megpróbáltatások közepette. Úr Jézus Krisztus, a te szavad meghökkentő, és lehet, hogy bizonyos értelemben talán még ellenállást is vált ki belőlünk. De békíts ki magaddal, a te szavaddal, a te lelked által, hogy megértsük, hogy elfogadjuk, és aszerint járjunk, hogy csak úgy érdemes élni, és meghalni is, ahogyan példaképpen szavaddal és életeddel elénk letetted. Itt vagyunk, és kérünk, hogy taníts bennünket, add, hogy a te igéd ne szóljon hiába, megtaláljon bennünket, átjárjon, fölmelegítse a szívünket, lelkünket, és add, hogy úgy tudjunk innen távozni, hogy igen, Uram, legyen úgy, ahogy te kívánod. Ezt kérjük tőled, imádságos szívvel és lélekkel. Amen. Helyünket elfoglalva három zsoltár verssel készüljünk az ige hallgatására. A 62. zsoltárnak gyakorlatilag az első három versszakát énekeljük. Az első vers így kezdődik. Az én lelkem szép csendesen. Szeretett testvéreim, az előbb hallott evangéliumi részlet ez,
Egy Zsoltárt olvasok föl, és kérve az Isten lelkének erejét, ezen igék alapján szeretnék szólni. Ez a 85. Zsoltár lesz, amíg ezt felolvasom, és a lélek ereje, lélek segítségül hívásával szólni kívánok, a gyülekezet foglaljon helyet. Tehát a 85. Zsoltárt olvasom, a karmesternek, Kórá fiainak a Zsoltára. Megkegyelmeztél, Uram, országodnak, jóra fordítottad Jákob sorsát, megbocsátottad néped bűnét, elengedted minden vétkét. Elfojtottad felindulásodat, megfékezted izzó haragodat. Fordulj felénk, szabadító Istenünk, ne haragudj ránk többé. Örökké akarsz haragudni ránk, nemzedékről nemzedékre tart haragod. Nem akarsz új életet adni nekünk, és örömöt szerezni népednek. Mutasd meg, Uram, hogy szeretsz minket, és adj nekünk szabadulást. Hadd halljam meg, mit hirdet az Úristen. Bizony békességet hirdet népének, híveinek, hogy ne legyenek újra oktalanok. Mert közel van a szabadulás az Isten félőkhöz, hogy dicsősége lakozzék földünkön. Szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint le a mennyből. Az Úr is megad minden jót, földünk is meghozza termését. Igazság jár előtte, és készít utat lépteinek. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, a ma délelőtti mondani valóm az ige hirdetés, a sok mindenben hasonlítani fog ahhoz, ami egy héttel ezelőtt elhangzott. Ha megengedik, azt egy jézusi boldog mondásban visszaadom, hogy egy héttel ezelőtt a délelőtti Isten tiszteleten mi volt az ige hirdetés lényege. A hegyi beszéd elején az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. És ezen a mai Isten tiszteleten az énekek, az imádságok, az alapige, és reménység szerint az én ige hirdetésem is a békességről szól. Mégpedig azzal a felütéssel, amivel indult az Isten tisztelet, ugyancsak a hegyi beszéd elejéből egy másik boldog mondás, boldogok, akik békét teremtenek, mert ők az Isten fiainak hivatnak. Mielőtt rátérek a mondani valómra, szeretett testvéreim, azt gondolom, hogy nem baj, hogyha elhelyezzük magunkat egy kicsit idői szempontból az egyházi naptárban. Én bízom abban, hogy az közismert, hogy az egyházi év az advent első vasárnapjával kezdődik, ami már itt van egy karnyújtásnyira, ha az Isten éltet bennünket 2 hét múlva. Bocsánat, 3 hét múlva advent első vasárnapja. Ez azt jelenti, hogy az egyházi évnek a vége felé közeledünk. Valaminek a vége felé közeledünk. A számomra oly kedves, fontos és sokat idézett múlt századi mártír teológus Dietrich Bonhoeffer írja a 30-as évek második felében az etikáját a korabeli Németországon, és arról beszél, azt kívánja nagyon hangsúlyossá tenni az etika kibontása előtt, hogy az utolsó előtti időket éljük. A 30-as évek vége, majd azt követően a világháború sokak számára az utolsó időket jelentette, és ez a profétai látású teológus arról beszélt, hogy az utolsó előttiben vagyunk. Bizonyos értelemben azt gondolom, hogy minden nemzedék valamilyen formában ezt éli át, az utolsó előttit, amikor, és ezért legyen dicsőség az Istennek,
az ő szava, az ő igéje, és az ő kijelentése elhangzik, és a lélek által szól hozzánk. És a bevezetésül szánt második gondolat ugyancsak a mögöttünk levő század legjelentősebb református teológusától származik. Ő azt mondja az Istennel kapcsolatban, hogy az Isten a mi elképzeléseinkkel szemben egészen más. És ebből fakadóan azt mondja, hogy az Isten világa, az Isten országa, az Isten logikája, az Isten gondolata, az nem következtethető és nem következik az embervilág valóságából, az itt megélt dolgokból, mert ő egészen más. Ennek talán az egyik legismertebb hivatkozása Ézsaiás könyvéből az, amit az Úristen a prófétán keresztül így mond, a ti gondolataitok, azok nem az én gondolataim, és a ti útaitok, azok nem a mi útaink. Ez az egészen más Isten azonban eljön, és beleszól ebbe a világba, ennek a világnak a valóságába. Csak azt szeretném, hogy megértenénk, hogy az Isten szava és az Isten beszéde más, mint amit mi gondolunk, meg tudni vélünk, és egészen más, mint ami ebben a világban történik. Ezért is olykor az Úristen, és még konkrétabban Jézus Krisztus szava lehet, hogy provokáló. És hogy a lelkünk mélyén azt gondoljuk, hogy drága Uram, ez szép, ez csodálatos, bárcsak így lenne. Tehát nem látod, hogy miben élünk benne? Hogy miről szólnak, beszélnek a mindennapok, az élet legkülönfélébb szinterein. Amikor azt halljuk az Úr Jézus Krisztustól, hogy szeressétek ellenségeiteket, én azt gondolom, hogy az emberek túlnyomó többsége, amikor ezt először elolvassa, vagy meghallja, akkor azt mondja, hogy Jézus Krisztus lehetetlen kér, ilyen nincs. Hadd tegyek nyilvános bűnvallást, szégyenkezve. Egy jó darabig én is így voltam ezzel. Uram, sok mindent kérhetsz, és megpróbálom. Na de ez, hogy azokat áldjátok, akik titeket átkoznak. Hát jó esetben nem átkozódom vissza, de hogy áldást mondjak rájuk. Az Úristen, ebben én nagyon bízom. Mindnyájunk életében azt, amit szeretne, azt elvégzi, és elvezet bizonyos belátásokra. És ennek most egyfajta summázatát hadd adjam. Most ott tartok, hogy igazából a konfliktusok világában, már pedig az emberi együttélés, a konfliktusok világa, nincs más út. Nincs más út, mint a megbocsátás, vagy amiről múlt vasárnap hallottunk, az irgalmasság, a könyörületnek a megélése, vagy pedig mai igénknek az üzenete, a megbékélés az embertársal, a fele baráttal. Nincs más út, mert ebből valóban születhet megbékélés. De az, hogy erővel válaszoljunk, hogy keressük a visszavágást és a revansot, abból legfeljebb elnyomatás és ideig, óráig való átmeneti szünet következhet a feszültségek közepette, de nem valódi benső békesség és megnyugvás. És kérdezem, nem először, és lehet, hogy nem utoljára, szeretett testvéreim, ki az közülünk, aki a lelke mélyén nem békességre vágyik. Békességre a családban. Békességre a munkahelyen. Békességre abban a városban, vagy abban az utcában, vagy azokkal a szomszédságokkal, akikkel körül vagyunk véve. És abban sincs semmi túlzás, hogyha azt mondom,
békességet a gyülekezetben, a testvéri közösségben. És a lelkünk mélyén, én bízom benne, hogy ezzel nem vagyok egyedül, békességet szeretnénk ebben a társadalomban is, amelyről sokszor ezt a jelző szerkezetet mondtam, és mondom most is, ez a békétleneknek a gyülekezete. Bizonyos értelemben lehet, hogy úgy vagyunk, mint az a zsoltáros közösség, aki elimádkozza a 85. zsoltárt. Azzal kezdődik a zsoltár, hogy hálát adnak mindazért a jóért, amit az Isten cselekedett velük, hogy annyi mindenből megszabadította őket. Hívő emberek vagyunk, szeretett testvérei, mondjuk ki, ne csak a szólam szintjén, hanem a szívünkben is. Minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától származott és adatott nekünk. És megköszönhetjük az Istennek meg annyi nagyszerű, csodálatos, szabadító tettét, az ő gondoskodását. Az egykori imádkozó templomi közösséggel. Ugyanakkor oda vihetjük a problémánkat is, mint ahogy ők is oda vitték, hogy Uram, átéltünk csodákat a veled való járásban, de most is, minthogyha távol lennél tőlünk. És érezzük a már emlegetett szükséget, amikor kihűl a lélek, amikor hiányzik az Isten közelség. Zárójelbe. Ez mindig egy nagyon nagy kérdés, hogy igazából kifordítja el az arcát az Isten, vagy pedig az történik, hogy mi már korábban elfelejtettük őt, kihagytuk az életünkből, mert azt gondoltuk, hogy nélküle is lehet élni és boldogulni. Az Ószövetség népének a története arról beszél, hogy ők hagyták ott többszörösen az isteni szövetséget. És ők váltak hűtlenné. És hogyha az Isten visszavonul csöndben, van, nem történik más, csak az, hogy akkor hagyja, hogy ők megpróbáljanak nélküle boldogulni. Ami ennek az Isten tiszteletnek egyik nagyon fontos hangsúlya, bárcsak minden Isten tiszteleten, ez valamilyen formában előjönne, hogy akármit is élünk át, akármit is hordozunk, bizalommal fordulhatunk az Isten felé. Könyöröghetünk. Úgy is lehet könyörögni, ahogy az emlegetett hegyi beszédben mondja Jézus, az életünknek a belső szobáiban, meg úgy is, mint közösség, mint gyülekezet, akik az Isten előtt állnak. És hordozzák a reménységet, hogy ő meghallgat. És a zsoltárnak a harmadik fele az Isten válasza, ami soha nem egy automatizmus. Nem úgy van, mint azoknál az automatáknál, amelyeket használunk, bedobjuk a kívánt összeget, kiválasztjuk a portékát, megnyomjuk a gombot, és a gép azt kiadja. Az ember sem gép és automata, az Isten pedig végképpen nem az. De a választ megadja. És ebben a válaszban több minden elhangzik, de amit én most ide kívánok hozni, az az, hogy az igazság és a béke, azok csókolgatják egymást. Az igazság és a békesség. Az Isten megjelenésének, amiről a zsoltár is egy nagyon kifejező fogalmat használ, az Isten dicsősége ott, ahol megjelenik, ott az igazság és a béke az együtt jár. Adott esetben áldozatokkal. Hogy egy szemléletes példát hadd mondjak, legalábbis az én számomra szemléletes, remélem azzá tudom tenni, az 1960-as évek Egyesült Államokának polgárjogi küzdelmeit, amelyet a színesek harcoltak, két fronton vívták. Én az egyikről szeretnék beszélni,
amelynek a vezetője egy karizmatikus. A szó bibliai értelmében lélektől vezetett és megáldott vezetője egy baptista prédikátor volt, Martin Luther King, aki igazságot kért, társadalmi igazságosságot színesek és fehérek között. És valódi béke meneteket szervezett, ahol leköbdösték őket, dobálták őket, gúnyolták őket, de nem ütöttek vissza. Igazság és békesség. És ezt a küzdelmet, ezt addig tudta vinni, amíg a környező társadalom ezt nem tudta elviselni, ezért lelőtték. Nagyon sokszor, szeretett testvéreim, nem csak társadalmi szinteken, hanem más szinteken is, de valahogy így lehet képviselni ezt a fölismert Isten igéjéből sugalmazott lelkiséget, hogy tudnélik, igazság és békesség. Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, ezt mondja a seregeknek az Ura. Az igazság kimondása, az igazság vállalása nélkül meggyőződésem szerint nem lehet békesség. Menjünk vissza az életünknek az alapszintjére, a családban sem. Valószínűleg mindnyájan hallottuk már, lehet, hogy ki is mondtuk, hogy tudnék, a békesség kedvéért inkább hallgatok. Erre azt az orvosi kifejezést használom, hogy tüneti kezelés. Ideig, óráig lehet, hogy segít, de a probléma nem oldódik meg. Az Isten világában, az ő megjelenésében ez a két dolog, ez nem válik külön egymástól. Igazság és béke. Miért is? Hol van ennek az igazságnak és ennek a békességnek a háttere, az alapja, az isteni megalapozása magában, az Isten tettében, az Isten viszonyulásában? Mert mi történik az Isten gondolatából, hogy tudnélik, elküldi az ő fiát ebbe a világba, aki saját magáról azt mondja, hogy én vagyok az igazság. Ez az igazság itt járt közöttünk, az Isten igazsága, az Isten szeretete, az Isten könyörülete. És ez az igazság, ez egészen különös módon találkozott a békességgel. A II. Korintusi levél 5. fejezetében ezt írja az apostol. Tessenek odafigyelni, megrázó, ami itt következik. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés, az a régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Miért? Mert az Úristen az ő fia halálában megbékélt velünk. Ez a legdöntőbb esemény. Ez minden békességnek az alapja, a békességnek a forrása. Ez az isteni elengedés, ez az isteni megbocsátás. És sokadszor kérem, hogy nézzenek a szószék korona fölé. Ott van az erdélyi testvéreinknek a köszöntése.
Nem véletlenül. A békesség az Istentől van. És az igazság az ő fiában, Jézus Krisztusban, ami összekapcsolódott és kiábrázolódott a Golgotai kereszten. Hol nyerhetünk először is békességet? Hogy megbékülünk az Istennel. És megértjük, hogy bár olyan ez a világ, amilyen és benne mi is olyanok vagyunk, amilyenek vagyunk, az Isten megbocsát. Az Isten elengedi a mi bűneinket. Nagyon sokan vannak a hívő emberek között, akik nem tudnak szabadulni a saját bűnös természetüknek az újból és újból történő kimondásától. Hát engedjük el, mert az Isten megbocsátott nekünk, és megbékélt velünk az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban. Hiszem és vallom, és a szívekre kívánom helyezni, hogy aki valóban átéli ezt az isteni békességet, és megbékél a mindenhatóval, azt tud megbékélni a másik emberrel, és megbékélni saját magával. Pál apostol azt kéri, hogy béküljetek meg az Istennel. Krisztus követségében járva. Ehhez hadd tegyem hozzá, a Szentírásban ez is ott van, béküljetek meg egymással. Mégpedig úgy, ahogy Jézus Krisztus elénk tette, aki nem átkozódott, hanem áldotta az őt gyűlölő, az életből kiszorító embert. Adjon az Isten benső békességet ahhoz, hogy az életünk legkülönfélébb színterein, ahol megjelenünk, ahol jelen vagyunk, ezt a békességet tudjuk megélni és hordozni. Sokszor idejük adok ki, ez a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Abban egészen biztos vagyok, hogy nem a békétlen keresztényeket várja ez a világ. Arra nincs szükségük. Békétlenek nagyon sokan vannak másutt is. Olyanokat vár ez a teremtett világ, akik készek arra, hogy békét teremtsenek adott esetben áldozattal együtt. Ady Endrének a sorai meglehetősen közismertek, szépek és kifejezőek. Uram, háborúból jövök én, mindennek vége, vége. Békíts ki magaddal s magammal, hisz te vagy a béke. Valahogy így indulhatnak el a dolgok. Az Isten igéje elvezet bizonyos belátásra. Tudnék arra, hogy az Isten gondolata, az Isten szándéka, és ebben szeretne bennünket fölhasználni, hogy a békét munkáljuk. Ez bízatott ránk. És adja az Úristen, hogy ennek ne akadályai, hanem előre mozdítói legyünk. Úgy legyen. Amen. A 192. dicsérettel válaszoljunk az elhangzottakra, a 192. dicséretet. Énekeljük el kétszer. Egy versszaka van kétszer egymás után. Az első vers így kezdődik: adj békességet, Úristen.
középkori egyház fénylő csillagának, Assisi Ferencnek az imádságát mondjuk. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek, ahol sértés, oda a megbocsátás szellemét, ahol széthúzás, oda megértést, ahol tévedés, oda igazságot, ahol kételj, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda reményt, ahol árnyék, oda fényt, ahol szomorúság, oda örömet. Uram, add, hogy inkább én igyekezzem vigasztalni, mint hogy vigaszra várjak. Inkább én törekedjem megértésre, mint hogy megértést óhajtsak. Inkább én szeressek, mint hogy szeretetet igényeljek. Mert önmagunkat feledve, meg magunkat, ha megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot. És ha meghalunk, azzal ébredünk az örök életre. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Jézus szavával hirdetem az adakozást, nagyobb boldogság adni, mint elfogadni. Az Úristen, az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatunkat a Krisztus Jézus által. Amen. Tessenek helyet foglalni. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, az Isten tiszteleti rendet hirdetem, délután 5 órakor tartunk Isten tiszteletet, szerdán 5 órakor bibliaórákat, és pénteken konfirmációs előkészítő alkalmat, jó reménység szerint mához 1 hétre tartjuk Isten tiszteleteinket. Szeretett testvéreim, nagyon örülök annak, hogy különösebben nem kell hirdetni, mert ezek szerint közismerté vált a legmagasabb egyházi szintnek a kérése, hogy a közösségi alkalmainkon térjünk vissza a maszk használatára. Kérem ennek a szíves figyelembe vételét a templomba, előterében megint ott lesz a kézfertőtlenítő, tessenek használni. Egy valamire hívnám még föl a figyelmet, amikor azt veszem észre, hogy van egy ilyen tömegvonzás, és akkor húzódunk egymáshoz, szét lehet nyugodtan ülni távolságra, ide is be lehet ülni az első padokba, ide oldalra. Én azt szeretném, és valószínűleg mindnyájan azt szeretnénk, hogy bárcsak úgy lenne, hogy tudunk tartani Isten tiszteleteket, amit ezért mi meg tudunk tenni, és amit kérnek tőlünk, abban legyünk olyan kedvesek helytállni. Hirdetem, szeretett testvéreim, hogy ezekben a hetekben a Tarka Barka ház karácsonyi ajándékára gyűjtünk, ajánlom a testvérek figyelmébe ezt az adakozási lehetőséget. Az záró énekünk a 265. dicséret, végig énekeljük, hagyjad az Úristenre te minden utadat. Kesherve,
atyád ülhál cerhet, az Úrról bízod dolgod, könnyebbül a teher. Ezer oly közt is boldog, aki nem csügged el, minek a gond a bánat, mi gyötröd lelkedet. Az Isten kérjed álljad, s meggyeled ügyedet. A te hírgalmasságod van rajta, Istenem, te jól tudod, jól látod, hogy mi használ nekem. Sorsomat, hogy intézed, amint te akarod. Bölcs a te végezésed, hasújt karod. Utad van számtalan sok uram és eszközöd. Reánk is szent áldásod, nőséggel öntözöd. Művednek akadálya, szünetje nincs soha. Úgy néz, amint kívánja, gyermekeid java. Bizálvánatos lélek, mit bánta a gond, él még ki annyi vészek, torkából már kibont.